tábla is figyelmeztet, ezen az útnak csak jó indulattal nevezhető szakaszon bizony rendkívül nehéz közlekedni. Ez az úr is pórul járt, kerékpárja bánta. Az autók lassan, a több centi mély kátyúkat kerülgetve jutnak el egyik városból a másikba. Több éves probléma ez. 7 éve küzdünk, hogy a két régiót összekötő és két várost összekötő út elkészüljön. Mondja Romhányiné dr. Balog Edit Abony polgármestere. Fáradozásukat pedig siker koronázta. Elindult az útszakasz felújítása. A két települést összekötő út 6,5 kilométeres szakasza valamivel több mint 1,2 milliárd forintból újul meg. Abonynak is nagy jelentőségű, mert nem csak a megye határig épül meg, tehát a 4-es számú úttól a megye határig, hanem a város belső terület, a 40-es út csatlakozásától egészen a Szolnok megye határig megépül majd ez az út. Ez egy igen forgalmas útszakasz, nem ritka, hogy tehergépkocsik járnak rajta. Ezek az évek alatt fokozatosan rombolták az aszfaltot. A végső döfést azonban még 2010-ben a belvíz adta meg, melynek hatására az útalap meggyengült, a burkolat pedig jelentősen deformálódott. Akkor próbáltuk karbantartási módszerekkel járható állapotban tartani. Ideig, óráig sikerült, de már akkor is tudtuk, hogy itt egy teljes felújításra lesz szükség. Idén tavasszal néhány héttel ezelőtt le is kellett zárnunk ezt az utat, mert már nem alkalmas arra, hogy személygépkocsival gond nélkül végig lehessen rajta menni. Ez talán Pest megye legrosszabb útja, de mindenképpen az egyetlen, amit emiatt le kellett zárnunk. Na hát így érkezünk el a jelenbe, az útfelújításhoz. Az útfelújításnak két fő része van, az egyik az új 4-es úttól a városközpont felé, ez a hosszabbik szakasz körülbelül 4-4,5 kilométer, a másik 2,5 kilométer hosszú szakasz pedig az új 4-es út és a megye határ között húzódik. A 6,5 kilométeres szakasz teljes körű felújítása tartalmazza a pályaszerkezet újjáépítését, a burkolat megerősítését és szélesítését, a kopóréteg cseréjét, a vízelvezető árkok és buszöblök kiépítését, rekonstrukcióját, az árokpatka rendezését, valamint tartós burkolati jelekfestését és az áttereszek rendbetételét is. A munkálatok során a közterületi szakaszon gyakorlatilag egy teljesen új út épül, amely csak jelentősebb korlátozások mellett valósulhat meg. A 4-es út és a megye határ között teljes útzár mellett, a 40-es és 4-es főút között félpályás lezárások mellett folynak majd a kivitelezési munkák. A felújítás egy országos program része, melynek keretében 87 milliárd forint uniós forrásból 600 kilométernyi alsóbrendű mellékút újul meg. Látjuk, hogy a 4-es 5 számjegyű, azaz a mellékúthálózat van a legkritikusabb helyzetben, és hogyha ezt a tendenciát tudjuk tartani, hogy kb. 100 milliárd forintot tudunk évente felújításra fordítani, akkor én úgy gondolom, hogy egy jó úton járunk. A kivitelezés előreláthatóan 2013. szeptember 29-éig tart.